kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai témánk a futball, mégpedig a Videoton kupa menetelése, és nem az 1985-ös, és még csak nem is a 2012-es Paulo Sousa féle Európa Liga menetelésről beszélgetünk vendégemmel, hanem a mostról, a máról, illetve a jövőről, aki pedig ebben segítségünkre lesz András Krisztina, sportközgazdász. Szervusz, tisztelettel, köszöntelek. Ez egy csoda dolog, meg kell, hogy mondjuk, mármint magyar viszonylatban feltétlenül, hogy a két nagy európai kupasorozat főtábláján ismét van magyar csapat. Nem nagyon volt erre példa, ha azt nézzük, hogy 95-től összesen ez a hatodik, hiszen kétszer a Fradi, kétszer a Debrecen, és ugye 2012 után ismét a Videoton az Európa Liga főtábláján. És ha azt még hozzátesszük, hogy összesen csak kétszer voltunk, 2004-ben a Fradi, illetve 2010-ben a Debrecen a BL-ben, akkor bizony. Aztán mi mertünk álmodni, illetve egy remek csapat jött Márko Nikolics vezetésével, Kovács Zoltán segítségével értelemszerűen, és hát majdnem összejött a BL is. Az a menetelés fantasztikus volt, a luxemburgi bajnok, aki bizonyította, hogy Luxemburg most már nem a háttérbe szorult, tehát kis csapat, bár ott is tele van légióssal, aztán a Malmö, a Ludogerec, és hát az Ajax Athén megállt parancsolt, viszont van egy remek csoportunk, és erről fogunk beszélgetni. Tehát ez egy pénz. Ugye a Bate Borisovról kell, hogy beszéljünk először az ellenfelek közül, hiszen ők az elmúlt időszakban hétszer egymást követően vagy az Európa Liga, vagy a BL csoport körébe bejutottak. Ugyanúgy a Ludogerec is, aki aztán most velünk együtt folytatja az Európa Ligában. Mit jelent általában egy gazdasági szempontból egy kupa szereplés, mármint a főtáblán a kupa szereplés egy magyar csapatnak, hiszen egy különleges ez a helyzet. Igen, tehát először én is hagyd kapcsolódjak a felvezetéshez, ugye minden Magyarországról is nyáron mindig várakozón nézzük, hogy vajon hány magyar csapat és meddig jut el a nemzetközi kupák sorozatába, hiszen valljuk meg őszintén, hogy a mögöttünk hagyott évek nagyon komoly állami támogatásra és komoly fejlesztések, legyen az a stadionfejlesztés vagy az akadémiák rendszerébe, már nagyon várjuk ennek az eredményét. És ugye az idei év az meghozta azt, hogy ugye azért lassan már így Mihály napjához közeledve elhagyjuk a nyarat, és jön az ősz, és van magyar csapat a nemzetközi kupákban méghozzá, nem is akárhol, hanem csoportkörben, ami ugye azt jelenti, hogy már nagyon komoly selejtező sorozaton túl van, és egy nagyon komoly terhelésen van túl a Molvidi és annak a csapata. Ugye mit is jelent gazdaságilag? Hát ugye ezt a felhozott példák is korábban bizonyították, hogy egy-egy ilyen sikeres szereplés utáni szezonban megkapott összeg, az egy olyan léptéket jelent, ami egy magyar klubnak a költségvetésében. Hát egyelőre ők nem is kalkulálják, de amikor megérkezik, akkor egy nagyon komoly felelős stratégia kell, hogy és mire költöm el. Ebben nagyon különböző példákat láthattunk eddig. Mikkel is kapcsolódik össze ugye ez a bevétel, ami a költségvetésben megjelenik, ezt előre tudhatjuk, hiszen a verseny kiírója az UEFA, az Európai Labdarúgó Szövetség, aminek ugye a klubcsapatok számára hirdetett sorozatából ezért az a második kategóriás sorozat az Európa Liga. Előre elmondja, hogy a 18-19-es szezon, azaz, amiben most szerepelhetnek a csapatok, ott összesen mekkora összeg, ez 560 millió euró, ami felosztásra kerül. Egyébként egy nagyon szép átlátható rendszerben egy különböző típusú összeg kapcsolódik ehhez, a kezdő összeg, egy fix összeg, egy koeficiens alapján levő összeg, illetve egy úgynevezett piaci részesedés. Ezek különböző arányba kerülhetnek a klubokhoz, tehát a már azért, hogy a 48 közé jutott a csapat, azért felosztanak egy komoly összeget, ami csapatonként 2,92 millió euróval gazdagít. Utána vannak olyan tételek, amelyek ugye attól függen, hogy hogy szerepel a csoportkörbe. Ugye ez most ez a 48 csapat összesen 12-4 csapatos csoportba van osztva, csütörtökön játsszák a mérkőzéseiket. Ugye mindig kettő pályaválasztó mérkőzést is játszik, vagy, tehát összesen háromszor játszik ugye pályaválasztóként a csapat, amelyhez más jogosultságok kapcsolódnak jegybevétel, illetve itt már a közvetítési jog egyértelműen ugye a verseny kiírójáért, tehát a majdan később visszaosztott összeg ehhez is összekapcsolódik, hogy az UEFA maga hogyan tudta értékesíteni a közvetítési jogait, hogyan tudta értékesíteni
a szponzori jogait, ahol egyedi egyeztetett elvek alapján akár mi magunk is behozhatunk szponzorokat. Tehát játssza a mérkőzéseit, ugye most már el is kezdte a Molvidi ezeket a mérkőzéseket, látjuk, hogy elképesztő az érdeklődés, tehát ismét egy futball hangulat van az országban, amelyik megint jól látszik, hogy egy csapatnak a szurkolói táborán túlmutató, mert hogyha a bérletértékesítéseket nézzük, akkor látjuk, hogy ennek a jegyértékesítésnek több szakasza volt. Ugye a legelső szakaszban a vidi szurkolók, illetve azok, akik tavaly évben bérletesek, vagy pedig a selejtező sorozatban be tudták mutatni a 4 mérkőzés jegyeiket, ők válthatták meg a bérletet, és gyakorlatilag már ott egy hatalmas érdeklődés volt. Aztán megnyílt mindenki számára a bérletértékesítés, illetve volt egy pont, amikor a Bata Borisov elleni mérkőzés, ugye ez volt a szeptember 20-ai legelső mérkőzés, ott már elkezdték a jegyértékesítést, és gyakorlatilag szeptember 15-én, amikor elindult a bárki által jegyet értékesítés időszaka, akkor már nem lehetett kapni a Chelsea ellen jegyet, ugye a Borisov és a PAOK ellen lehetett még jegyet kapni. Tehát nagyon jól megmutatja, hogy az emberekben egy hatalmas várakozás van. Egyrészt az itthon megélt siker, másrészt ne felejtsük el, hogy a mi csoportunkba kerülhetett, ami ugye egyszerre áldás, másfelől egy komoly kihívás, ugye az Európa Liga legerősebb csapata a Chelsea, még ugye 6-szoros bajnok, és ugye volt itt nálunk 2014 augusztusában, de akkor egy stadionavatás miatt volt a Groupama Arénában, azért egészen más az, amikor tétmérkőzésen láthatjuk közelről a Chelsea csapatát. Nyilvánvaló. Nos, még azért tegyük hozzá, hogy a győzelem az Európa Ligában 570 ezer és 190 ezer eurót ér a döntetlen. No, foglalkozunk egy kicsit akkor továbbra is a jegyeladásokkal, hiszen sajnos Sóston, bár késő ősszel, mikor van a késő ősz, teszem föl, mert én már úgy gondolom, hogy ősz van. Most késő ősszel már hazatérhet az együttes, viszont továbbra is a Groupamában játszik. Ez egy remek választás, hiszen a Chelsea ellen, ahogy említetted az imént, több mint 20 ezer néző lesz, tehát teltház, és azért arra is figyelnünk kell, hogy a jegyárak ilyenkor, ugye a Borisov és a Szaloniki ellen egységes, azt ne határozzuk meg, hogy mennyi, viszont a Chelsea-nél ugrásszerűen magasabb lett az ár, több mint 21 ezer jegyeket, és pedig elég magas már, mint magyar szinten mindenképpen. Tehát óriási a jegybevétel is. Ez ugye a keresletérzékenységet mutatja meg, hogy valóban ugye egy olyan minőségért az emberek többet is hajlandók kifizetni. De az egyes konstrukciók más lehetőséget kínáltak. Ugye mind a három mérkőzésre vonatkozik egy kedvezményes jegy, ahol a diák, illetve a mozgáskorlátozott vagy egyéb módon kedvezményes. Ez van a bérletes konstrukcióban is. És egyébként pedig a stadion ugye egy szegmentált szolgáltatási lehetőséget nyújt, akár a nézőtér, akár a hozzá kapcsolódó szolgáltatás, büfé, mosdó, vagy hát ugye a skyboxok egy egészen más világ, és ennek megfelelően ugye a jegyeknek az árában is egy különböző árazást tudtak követni, és jól láthatóan, hogy ezek az árak nem voltak piactisztító árak abban az értelemben, hogy az emberek megvásárolták, tehát sikerült úgy a prémium terméket beárazni, hogy azért arra megvolt a kereslet. Márpedig ez valóban ez a jelző szerkezet, most helytálló prémium termékről van szó, hiszen ritkán éljük meg, főleg egy ilyen csapat, ha már a Chelsea-ről beszéltünk, és akkor folytatjuk a pénzezést, ha úgy tetszik. Én most felírtam magamnak, itt a világsztárokat sorolom fel a Chelsea keretéből. Rüdiger a német válogatott, Marcos Alonso, Zappa Costa, Cahill, Christensen, Cesc Fabregas nevét mindenki tudja, Jorginho, Eden Hazard, azt hiszem, hogy nem mindenkinek sokat mond, Mateo Kovacic, az új világbajnoki ezüstérmes, Willian, fantasztikus képességű, Pedro a spanyol válogatottból, mint ahogy Morata is, Giroud világbajnok lett, Loftus-Cheek az egyik legtehetségesebb angol támadó középpályás. Azt hiszem, hogy ez egy csoda, de a Bata Borisovot se, illetve a PAOK Szaloniki se besüljünk le, de egy kicsit foglalkozunk a mi játékosainkkal. Ilyenkor, amikor pénz áll a házhoz, akkor óvatatlanul is megnő az érdeklődés a klub iránt. Ez azt jelenti, hogy a játékos ügynökök, a menedzserek is odafigyelnek, hiszen Zsuzsák Balázs kis hiány hazajött.
ugyanakkor olyan játékosokat sikerült igazolni, akikre Marko Nikolić egyébként is számított volna, hát gondolok itt a magyarokra, Berez Zsomborra és Hangya Szilveszterre, akik ugye a Vasasból jöttek, a kiesett Vasasból, de ha a másik két srácot nézzük, Hodzsics és Milanov, azt hiszem, hogy remek választás volt. Tehát ennek kapcsán kérdezem, mennyit nő a játékos értéke egy ilyen Európa Liga mérkőzés sorozat idején? Megint szeretnék visszakapcsolni a teljes ívhez, amit mondtál. Ugye valóban ezek a csapatok akár a különböző értékelő rendszerek alapján megnézhető, hogy milyen értékesek. Ugye a legtöbbet a Transfermarktot szoktuk használni, és hát ebben nem kérdés, hogy a négy közötti erős sorrendet a Chelsea vezetné. Ugye egy nagyon érdekes átigazolás után vagyunk, mert a Chelsea-nek ha 16-17-es szezonjáig visszamegyünk, akkor ott az Antonio Conte-vel egy különleges sorozatot biztosítottak és nyerték meg a Premier Ligát, és utána a következő szezonjuk, ami ugye most nem véletlen, hogy ők nem a Bajnokok Ligájában, hanem az Európa Ligában indulhattak, az egy picit visszaesés volt, és ha megnézzük az igazolásukat, különösebben nem igazoltak nagyot, bár ugye ők tudják magáéknak a legdrágább kapus igazolást, tehát azért azt ne felejtsük el, hogy a játékos értékükben ez benne van. A Bate Borisov az ehhez képest egy visszafogottabb, de még mindig a Videoton Transfermarkt de alapján értéke fölött levő. És amit kérdezel, ugye valóban a játékos kiválasztás, egy nagyon szép bonyolult rendszere van, amit most arra nagyon segít az internet és a közösségi média világa. Azért ezek a scoutok nem csak úgy dolgoznak meg ügynökök, hogy csak a megvilágított, ilyenkor szép színpadra figyelnek, hanem amiben egyébként mindenképpen szerettem volna róla beszélni, a Molvidi kiemelkedő, az a videóelemző csapat és annak a rendszereit Késedi Gábor vezette a csapat, hiszen ők valamennyi edzést fölveszik, tehát olyan kamerarendszer van az utánpótlás és egyáltalán a létesítményeikben, hogy minden edzést fölvesznek, és amikor azért a játékos kiválasztások történnek, és mi választunk máshonnan, vagy mi értékesítünk, akkor nem csak a tétmérkőzést, az Európa Liga nagy mérkőzésén való szereplés, hanem az ilyenekre legalább annyira figyelnek. De hogyha most arra válaszolok, amit kérdeztél, hogy és egy Európa Liga mérkőzésen, amikor megmutatják magukat a játékosok, az hogyan jelenik meg az érték. Mi kimondottan az Európa-bajnokság hatását vizsgáltuk, ez egy picit más vizsgálat, hiszen ott nem egy klubcsapatról van szó, hanem egy nemzeti válogatottról. Ezt megcsináltuk a mögöttünk levő legutóbbi, meg az azelőtti Európa-bajnokságra. Ugye ott magyar szereplés kettővel ezelőtt nem, de a múltkori szereplésnél volt, és ugye közvetlenül az Európa-bajnokság előtt és után megnéztük a játékosaink értékét, és igazán csoportokat alakítottunk, hogy mely játékosoknak lett kiugróan magasabb az értéke, és azt láttuk, hogy nem kell különösebben kiemelkedően szerepelni a válogatottnak az Európa-bajnokságban, elég egy tisztes helytállás, viszont a fiatal játékosok, amely bizonyos poszton nehezebb, tehát a kapusnál nehezebb, de egy középpályás csatár, ott fiatal, nem is kiemelkedő válogatott, tehát a válogatottnak nem kell kiemelkedő eredménye, ott nagyon kiugró értékeket lehetett látni, kimondottan, amit a Transfermarkt, de azonnal mért. De ezzel megint leegyszerűsítem ezt a világot, hiszen a sportolók átigazolásánál egy nagyon érdekes dolog történik, egyfajta befektetés, egy speciális munkaerőfelvétel, meg egy befektetés. Most a befektetésnél viszont messze több dolog alapján választanak ma már, mint a sportszakmai teljesítmény. Például néztünk olyan igazolásokat, ahol egy hét alatt azzal, hogy az illetőt leigazolták a Levantéhoz, egy hét alatt az Instagram követők a teljes klubnál olyan módon megemelkedtek, mert a játékos által behoztak egy új piacot. Tehát az, hogy kit választanak ki, az ma már nagyon sokszor ilyen véleményvezérelt szerepen is igen, múlik. Lásd Cristiano Ronaldo 33 esztendős. Hát ugye a labdarúgásban megvannak igen. Ezek, és azt is látjuk, hogy a labdarúgás hogyan éli túl a változásait, hiszen beszélgetünk
sokáig, na és akkor mi lesz David Beckham után? David Beckham továbbra is nagyon fontos és kiemelkedő, de van nekünk Cristiano Ronaldónk, Leo Messink, és jönnek a fiatalok, és egyébként a márka erő, tehát a jövőbeni potenciál, mi van bennük, az mindig a fiatal, meg az olyan játékosokban van, akik valamilyen módon nagyon sok követőt tudnak megmozdítani, nézőt, rajongót és követőt, mert ugye ez a piac, ugye ez egy nagyon bonyolult piac, a közvetítési piac, a szponzori piac, a merchandise piac, hiszen ezekből a lábakból épül fel végül is a labdarúgásnak, legyen az a FIFA, UEFA, de akár a klubok szintjén is a fő bevételei. Nyilvánvaló. Ugye, és akkor jönnek a Neymarok is, aki inkább Instagram sztár, majd meglátjuk, hogy mi lesz. Ugyanakkor sokan tartottak attól, hogy ezek a nagy bevásárlások, tehát lásd, hogy most Milanov és Hodzsics csatlakozott a mi balkáni légiós keretünkhöz. Ez egyébként csoda, mert hogy én azt mondom, hogy a Nikolovra, a Szczepovicsra, a kicsiről ne beszéljünk, meg Lazovicsot hagyjuk, de mindenki beváltotta Hadzsicsal együtt a hozzáfűzött reményt, és egy rendkívül erős légiós keretünk van, ha a Négót és Topirát is hozzávesszük, tehát ez egy csoda, a Vinicius ugye már a miénk, hála Istennek. De tartottak attól, hogy most ismerve az árakat, hogy a Hodzsics és a Milanov idekerülése az jószerivel kiüríti a kasszát. Uh-huh. Ilyenkor általában a menedzser itt a vitatlan, hogy gondolkodik? Hát ugye ez egy nagyon nagy kívás, mert egyrészt mindenhol a világban a specialistát, tehát aki valamiben kiemelkedő, azt valószínűleg bátran megéri jócskán megfizetni, viszont egy csapat sportágról beszélünk, ahol azért komoly bérfeszültségeket kelthet, hogyha ebben különbség van. Ugye az európai labdarúgásban nincsen az, ami az amerikai nagyligákban megvan, a fizetési sapka rendszere, amely ugye valóban egyenlőtlenségeket hozhat klubszinten is, de bajnokság, sőt nemzetközi versenysorozatban is. Tehát valóban azon múlik, hogy mit tud kigazdálkodni a klub. Ugye ezért lesz izgalmas a következő év, mert gyakorlatilag a következő évben a Molvidinek a költségvetésében egy nagyon komoly, egyébként, ha jól tudom, nem tervezett összeg megjelenik, ez pedig nem más, mint a mostani szereplésnek az UEFA bevétele, ahol megint stratégia kérdése, hogy mire döntök. Bátran megyek előre, ugye ezt mi tanítjuk is, különböző futballválti stratégiák léteznek, bátran megyek belő, ez a sikerkör stratégia, hogy ami bejött, azt én magasabb... Azt én magasabb áru, vegyük azt sikeresebb vagy magasabb teljesítményű labdarúgókra költöm, de gyakorlatilag akkor szinte állandóan költöm, és állandóan nyernem kell, és a sport meg nem ilyen egyszerű, hiszen ez is nagyon érdekes, és megint a pénzek felosztásába és az UEFA koeficiensbe szerepet is játszik, hogy egyébként hogy szerepel a hazai bajnokságban, mert hogy most alapozódik meg a bajnokság és a kupában való szereplés, hogy jövőre hol indulhat a csapat, tehát hogy közben helyet kell állni, tehát hihetetlen mérkőzés sorozatban vannak ilyenkor a játékosok, hiszen továbbra is játszanak hazai bajnokságban, kuparendszerben, illetve ők jelenleg a nemzetközi versenysorozatban. Tehát ilyenkor az is fölmerül, hogy akár egy nagyobb létszámú körrel dolgozom, hogy a rotáció működhessék, akkor ugye kalkulálnom kell a sérüléseket, és erre megint visszatérnék, hogy kiemelkedők a videóelemzések, amikor ezt a rehabilitációs, illetve az egészségügyi csapat is nézi, és ebben a Molvidi megint egy csodálatos eredményt ért el, hiszen 13. mérkőzés után volt az első sérülésük, tehát annyira komoly háttérrel tudtak dolgozni, hogy ezt a terhelés sorozatot sérülés nélkül úszták meg, hiszen nagyon nem mindegy, ugye, hogy a játékos keretben ki kell dolgozni. Szerintem a külföldi játékosok alkalmazásának vannak további aspektusai, de először kezdjük a menedzsernél, hiszen nem véletlen, hogy a vezetőedző személyében is a Molvidi eddig is, meg továbbra is úgy tűnik, hogy tudatosan külföldi szakembert választ.
ami ugye külföldi játékosokkal is együtt jár, és egyfajta vegyes csapatrendszeren nagyon különböző anyanyelvű játékosok alkotják a csapatot, és mint egy munkanyelvi az angol válik, ami megint szerintem fontos és izgalmas, mert amikor az utánpótlás korú gyermek is bejön, akkor kénytelen az anyanyelvének a szép beszélésen kívül már egy másik munkanyelven gondolkodni és lenni, ami meg egy jövőbeni esetleges külföldi szerződés és nemzetközi szereplésben ugye egy hatalmas segítség lehet. Ugye szintén, hogyha azt a másik három csapatra még rátekintünk, akkor van nekik azért helyzeti előnyük, mert ugye szép volt az, amit felvázoltál, hogy milyen nemzetközi szerepléseink vannak, de ott felsoroltál három csapatot, és különböző rendszert, és sok-sok kimaradt évet, viszont itt a versenytársaink mind-mind nagyon komoly nemzetközi kupasorozatot tudnak maguknak, és jól látszik, hogy minden egyes ilyen szerepléssel mindenki tanul, a játékos, a menedzser, a technikai igazgató, a stadion. Ugye a stadionra még azért annyit szeretnék visszatérni, hogy amikor nekik nevezniük kellett, akkor ugye az új stadion még nem jöhetett szóba. Ugye három létesítmény, Győr, Debrecen és a Grupama Arena. Szerintem egy érthető választás született, amikor a fővárost választották, és ugye valóban ezzel arról is beszélünk, hogy a magas sport teljesítményt hogyan tudja emelni egy megfelelő létesítmény. Ezek lélektani dolgok is, tehát azért a Chelsea menedzser, amikor az említett 14 augusztusában erre a stadion avatóra érkezett, akkor megdöbbentek, mert azt mondták, hogy ez egy abszolút nemzetközi klíma, viszont van egy nagy veszély, az Budapest vonzósága, tehát hogy majd figyelzzenek, ugye ott a Ferencváros játszó jellemzően a hazai mérkőzését, illetve egyelőre a válogatott, de vigyázzanak arra, mert a városnak van egy olyan vonzereje, hogy vajon a ide jövő futballista tényleg a munkára koncentrál-e, ugye ezt a tapasztalatot osztotta meg akkor a Chelsea menedzsere. No. Hát, hogy majd Sarri mit mond a mérkőzések után, azt nem tudhatjuk. Továbbra is még akkor egy kicsit beszéljünk, tehát a kettős a lehetőség egyik oldalról, hogy bevásárolunk, és van egy olyan 21 néhány játékosunk, akik ebben a terhelésben, hiszen ne feledjük, tegnap a mezőköves mérkőzés után vagyunk, és ott ugye felmerült, hogy a 17. tétmérkőzését játszotta a Videoton alig 80 nap alatt, tehát ez kis ilyen 4-4,5 napra jön ki. Tehát nyilván rotálni kell, amit Nikolić remekül meg is tesz. Ugyanakkor a játékosok értékét nyilván befolyásolja a játékperc mindenféle értelemben. Ahogy ugye felvetetted, hogy az EB-n egy fiatal játékos szereplése nem is feltétlenül a teljesítménye okán kiemelt figyelmet érdemel, az itt is fontos. Nos, ezt is nyilván meg kell oldani. Ugye tegnap láttuk, hogy Huszti Szabolcs, Husztiról nem beszéltünk, tehát ott a bérfeszültség. Igen, egy gyönyörű együttműködésben Juhász Rolanddal, ugye a mezőköves mérkőzésen elképesztő szépen együttműködve szerezték az első gólt. Igen, hát ő megint szerintem a magyar labdarúgásnak egy kiemelkedő alakja. Ugye a Bundesligában abban az időszakban szerintem a legjobb magyar játékos volt, hogyha a nemzetközit nézzük. Ugye jelenleg a Molvidi csapatában van, azért egy operációs sérülés után, amelynek, ha jól tudom, akkor a rehabilitációja gyönyörűen működik, és ugye nagyon jó nézni, ahogyan ők a pályán megértik egymást a csapatkapitánnyal, és ugye a mezőköves elleni mérkőzés az szintén egy érdekes, hiszen a magyar bajnokságban augusztusról elhalasztott mérkőzés, mert akkor még ugye a BL selejtezők zajlottak, és megvolt a rendszerben ennek a lehetősége, rugalmassága, hogy átkerüljék ez a mérkőzés. Belegondolunk, a Molvidi jelenleg a negyedik a táblán úgy, hogy még kevesebb mérkőzést játszott, most a hazai bajnokságot nézem. Tehát ez az, amire utaltam, hogy egyszerre kell helytállniuk, de úgy is gondolhatunk ezekre a mérkőzésekre, mert ez a magyar bajnokság színvonalának még azért jócsán kell nőnie, hogy egyfajta felkészülés a nemzetközi sorozatra. Tehát a rotációnál biztos, hogy ugye ez is elv az eddig elhangzottakon túl, hogy a mérkőzésben lét, tudjuk jól, hogy nyár elején nagyon sokszor ez egy probléma, hogy a magyar bajnokság még lehet, hogy még el se indul, de már nemzetközi kupasorozatban se lejteznek, míg a többi csapat, akivel találkozunk, annak a bajnoksága lehet, hogy meg sem állt, tehát más egy terhelésből, mérkőzés számból kiállni, mint amikor ugye egy nyár után rögtön élesbe kapcsolni. Tehát biztos, hogy benne, hogy itt annyi sportszakmai dolog van, ami alapján az edző kiválasztja. Ők pontosan tudják a pillanatnyi
erőállapotot, akár nem játszhatja egy sérülés elkerülése véget, mert erről is beszéltünk, hogy ugye erre is figyelni kell, hogy ebben a terhelés sorozatban egészségesek maradjanak a labdarúgók, és biztos, hogy így van, hogy egyfajta az önéletrajzukba, szívjükbe minden egyes lejátszott nemzetközi kupasorozat, azt igenis az ügynökök másként jegyzik, és valóban látják őket ezeken a mérkőzéseken. És ebből gazdagodik a magyar labdarúgás is. Viszont gazdagodnak azok is, akik a játékkedvet veszük alapul. Ez egy rendkívül fontos szegmense az Európa Liga szereplésnek, mármint Magyarországon, de még a világon mindenütt, hiszen elképesztően megemelkedett a játékkedv ezekre a mérkőzésekre. Ebből mennyit profitál egyébként egy csapat? Az, hogy a Szerencsejáték ZRT sokat, az biztos vagyok benne. Igen, tehát a mérkőzésekhez kapcsolódnak olyan iparágak, amik evidensen növekednek. Ilyen az egyik ugye a fogadásoknak a rendszere, de vannak más kapcsolódó iparágak, mint a szeszes italok fogyasztása, meg különböző chipszek, illetve akár televíziók vásárlása, hogy másként ezt az EB-k, VB-k esetében egyértelműen lehet látni, de akár azt is lehet látni, hogy megváltoznak a vendéglátóhelyeknek a szokásai, és megjelennek a kivetítők, és megjelennek a csoportos mérkőzés követések. Itt csak közbevetőleg a világbajnokság alatt végigjártam a fehérvári utcákat, ugye remek idő volt, hála Istennek, minden egyes napon, valamennyi vendéglátóipari cégben vagy óriás tévé volt, vagy kivetítő. Ez így van, ma már, és mindenütt ültek. Ma már annyira mindennapossá vált. Ugye ami szerintem itt izgalmas még, hogy a stratégiáknál egyet a sikerkört mondtunk, de ugye a kereskedelmi stratégiát mi azért szoktuk egy picit igenelni, mert az egy kicsit elszakad az állandó sikerektől, hiszen a Chelsea példáját is mondtuk, hogy lehet, hogy van egy kiemelkedő Premier League első hely, aztán jön a következő év, amikor ötödik lesz a csapat, és már nem BL indulás, hanem Európa Liga indulás, hanem hogyan tudom kötni a sikereket, hogyan tudom átemelni más jellegű bevételén. Ebben a magyar futballban azért rengeteg potenciál van, mert ezt a bérlet iránti őrületet nagyon örülnénk, ha megnézhetnénk az új stadion kapcsán árusított bérleteknél. Tehát hogyan lehet átvinni ezt a felfokozott futball iránti érdeklődést a hazai bajnokság, illetve kupák rendszere iránti érdeklődésre, vagy akár a merchandise bevételekre, hogy ugye a MOL Vidinek is van egy palettája, de ha megnézzük a költségvetését, akkor igazán még nem jegyezhető a merchandise bevétel. Igen, csak a problémát az jelenti, ugye, amit Marko Nikolic is elmondott a mezőköves mérkőzés után közvetlenül, hogy rendben van, hogy 20 000 lesznek a Chelsea ellen, ezt ő megérti, ugyanakkor egy ilyen mérkőzésen, ami fontos a bajnokság szempontjából, hiszen végletesen leszakadt volna két mérkőzés, kevesebbet játszva a Vidi, ha nem nyernek, de hát ez sima, és van még egy elmaradt meccs. Viszont csak 600-an voltak. Igen. Kérem szépen. Ez óriási különbség. Most nyilván ne is a Chelsea-vel hasonlítsuk össze, hanem ha láttuk a Ludogorets, a Malmö meccseken, és ugye teltház volt végig. Mit lehet tenni? Ez egy tipikus magyar mentalitás, szurkolói mentalitás. Itt egyik oldalról azért különleges a helyzet, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a névválasztás okán a Red Bull Devils, illetve a B közép, tehát a kemény mag nem jár mérkőzésre jelenleg, majd szerintem Sóstóra visszatérnek, legalábbis bízom benne. De mi lehet ennek az oka, hogy ilyen óriási a különbség? Na, ez viszont nem magyar specialitás, tehát hogyha megnézzük a nézőszámok alakulását, és akkor megint külön kell venni a helyszíni nézőszám és a televízión keresztüli, vagy akár a média aktív, vagy a közösségi média aktivitást, akkor azért a mi térségünknek, ugye itt Közép-Kelet-Európát nézzük, akkor azért ez a visszaeső nézőszám, ez egy általános jellemzője. Itt ne felejtsük el azt, hogy ugye a globális médiumoknak tekint, vagy köszönhető, legyen az a televízió, vagy az interneten, vagy bármilyen módon, stream formában követett események, ugye egy hatalmas verseny van, és ezért nagyon nehéz, de ugye itt van az a, hogy tudunk egy lokális dolgot mégis ilyen lokális jellegűvé tenni, és itt van jelentőség annak a hazai vonatkozásnak. Meggyőződésem, hogyha ezek a csapatok tartós résztvevői, tehát nem csak ilyen eseti, aminek örülünk, de tartós résztvevői a nemzetközi kupák sorozatának, és a válogatott is előrukkol nekünk valamilyen sikerrel.
legyen az akár az új sorozat, a Nemzetek Ligája, vagy a megszokott sorozatok, akkor az emberek, ugye a stadionok mostanra tényleg nagyon komolyan biztosítják a szolgáltatásokat, ráadásul a stadionok olyan dolgokban is, ami a fiatalok érdeklődésének a középpontjában van, mint hogy közösségi médiát folyamatosan tud wifi-t használni, hogy e-sport dolgok nyílnak, tehát hogy a labdarúgást videójáték formájában, hogy itt vannak a fiatal sztárok példaképek, hogy a TAU által igenis a labdarúgásban résztvevő fiatal labdarúgók száma is folyamatosan növekvő. Tehát igazán sok elemből, de így lehet felépíteni, és talán így kell felépíteni azt, hogy valóban a nézőszám az egy kiegyensúlyozott legyen. Mert azért én emlékszem én ezeket, ami most megélünk, én ezt anó a Ferencváros példáján értem meg, amikor ugye a BL csoport körbe jutott, ott is az volt a helyzet, mi bérletesként külön vehettünk egyet, és egy-két óra alatt jöttem minden, de aztán a mérkőzésen, hogy körbenéztem, nem a bérletesek voltak körülöttem, hanem ilyen jóvágású, öltönyös úri emberek, akik egészen más hangulatban voltak jelen, mint mondjuk egy SBTC elleni 64 közéjutásért kupáján. És akkor én azt éreztem, hogy de srácok, hol vagytok akkor, amikor 64 közéjutásért, most ide jöttök parolázni a Madrid meg stb. Ellen, Grasshoppers és társai, de akkor hol voltatok? Tehát, hogy ez a jelenség megvolt, és megvan, hogy egy szurkolói elköteleződés mennyire erős, hogy én evidensen megyek egy felkészülési mérkőzésre is a csapat után, hát azért ez most már egyre nehezebb, vagy akkor vagyok ott, amikor valóban egy kirakat csapat, egy olyan csapat, amit egyébként más formában csak a televízióban, vagy esetleg egy külföldi utazással nézhetek meg, azt most ide hozzák, és megnézhetem. Igen. Tehát egy tartós nemzetközi jelenlét és siker, azt gondolom mindenképpen alapja ennek. Igen, a VIP az bűvös három betű, azt tudjuk régről. Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan. Tehát ezt ebből leszűrhetjük. Ez a globalizmus. No, egyébként egy élvonalba tartó sportközgazdász szokott jósolni? Jó, nem. És ugye ráadásul akkor ugye a jóslásokban, mert sportszakmai kérdésed lesz, akkor mindig el szoktam mondani, hogy semmi köze a hivatásomnak, hanem akkor ugyanolyan szurkolóvá válok, vagy válhatok, mint a többiek, de azért tedd fel a kérdésed. Megérjük a tavaszt. Hát én a szívem mindenképpen nagy örömmel venni, ugye ez azt jelenti, hogy ebben a csoportban az első kettő helyen végzünk. Hát nagyon erősen az érzelmeknek kellene dominálnia, és nem a rációnak, hogyha azt mondanám neked, hogy igen, de egyébként meg adja Isten. Hát ez nem kell más, mint nyerjünk Londonban, igen. Aztán Fehér Oroszországban, Szalonikiben, és akkor... Én most örültem volna, hogyha Bate Borisov ellen, tehát azért bár, hogyha a Borisov elleni mindösszesen 6 mérkőzést, amit az elmúlt években a magyar csapatok játszottak, nézzük, akkor abban egy mérkőzés volt, amit mi nyertünk, ugye maga a Videótonnak is döntetlen, illetve ugye egy veresége volt ellene, de mégis így megint okoskodva költségvetés meg minden alapján, azért a Bate Borisov az egyik olyan kellene, hogy legyen, aki ellen mi nyerünk, pláne hazai pályán, és egyébként meg a játékot nézve azt gondolom, hogy mezőnyfölényben volt a Molvidi csapata. Az erkölcsi siker a miénk, hiszen a Bate Borisov kapusát belőttük annak a hétnek az államválogatottjába, és a csoport körülbelül más nem is volt, csak a Borisov kapusa, de hát az a baj, hogy a végeredmény számít, és az meg 2-0, és az... Krisztina, köszönöm szépen. Én bizakodó vagyok egyéb iránt, tehát ezt a beszélgetést majd folytatjuk adott esetben. Nagyon szépen, egy-egy köszönöm. Nagy siker esetén, és azt hiszem, hogy ehhez közel vagyunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Kedves nézőink, a sportról beszélgettünk, mert a sport labdarúgás, úgyhogy én vitatkoznék Zsolt Roberttel, és természetesen a Molvidi Európa Liga szereplése került fókuszba. Nézzék a mérkőzéseket, megéri. És szurkoljanak a piros-kék színeknek, a piros-kék szívvel tegyék ezt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót kívánok, viszontlátásra!